Hova megy maga? Meg akartam lógni, mama. Milyen szép piros a maga haja. Olyan, mint egy angol király kisasszonynak. Igazán szép, mama? Igazán. Tessék inkább megcsókolni. Ne itt a homlokomra. Én is akarom magát. Maga nagyon jó. És szép. Na tessék. Én akarom valamit kérdezni. Miért kell Amerikában titokrendőr a János fiam mellé? Azért, mama, mert Amerikában minden híres emberre titokrendőrök vigyáznak. Politikai? Igen. És most kiengedték? Ugránc. Itt legyen szíves, álljunk meg. Tessék, viszontlátást. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Sok szeretettel köszöntjük Önöket, ez itt ismét a Széles Vásznú Történelem, és a mai adásunk azért különleges, mert két filmet is górcső alá veszünk. Első filmünk Mak Károly életművének egyik nagyon fontos filmje, az 1970-ben készült Szerelem. Ezt Déri Tibor ihlette, és másik filmnek is Mak Károly a rendezője, az 1993-as film. Erről beszélgetünk most első körben Bence Ilona, Jászai Mari díjas színművésszel, rendezővel, érdemes művész és kiváló művésszel. Sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban. Üdvözlöm, én is. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Mak Károly egy ikonikus név a magyar filmes szakmában, a filmtörténetben. Az ő nevét mindenki ismeri. Én azt gondolom, amikor az embernek az a szerencséje van, hogy Mak Károllyal együtt dolgozhat, az egy... Én úgy tudnám apostrofálni, és nem tudom, hogy ebben egyetért, de ez egy kiváltságos, és ez egy nagyon kitüntetett feladat és állapot. Ön is így élte meg ezt a 93-as filmet, és a felkérést magát? Abszolút. Korábban egyszer dolgoztunk már egy filmen, amit nem tudom, szóval nem találom sehol a neten sem azt a filmet, amiben dolgoztunk együtt, és amikor jött a felkérés erre a filmre, akkor az egy végtelen boldogság volt nekem. Én annyira szerettem minden filmjét Mak Károlynak, és olyan nagyra becsültem őt, hogy én úgy készültem erre a forgatásra, mintha életemben először állnék kamerák előtt. Egyébként erről a filmről azt lehet tudni, hogy ugye Ottlik Géza novellájának az adaptációja, és ő játszott az egyik női főszerepet, a másik főszereplő nevével még adósak vagyunk, Tóth Augusztának hívták. Ha jól tudom, akkor ő még főiskolai hallgató volt. Talán akkortájt végzett. Igen. Nagyon... És az operatőr nevét se hallgassuk el, Zádori Ferencnek hívták. Feltétlenül, mert ő neki nagyon sok minden köszönhető ebben a filmben, a film érzékenysége, finomsága, gyönyörű képei. Mak Károly egyébként hogyan válogatta meg magát a stábot, illetve hát a színészeket? Ehhez ő nagyon értett. Azt hiszem, hogy ott kezdődik egy rendező munkája, hogy munkatársakat választ. Az operatőrt, és onnantól kezdve az összes többi munkatársát, és a szereplő színészeket. És ő ezt pontosan tudta, hogy kit miért választ. Soha nem volt semmi véletlen. Az összes többi filmjét, ha megnézzük, akkor ugyanezt tapasztaljuk, hogy tökéletesen illik mindenkire az a karakter, akire kiosztotta. Minden filmjében. És nekem ez egy olyan boldogság volt, hogy ebben a csapatban részt vehettem, és olyan hangulata volt az egész forgatásnak. Hát ez leírhatatlan. Szóval ma nem tudom, hogy milyen, mert elég régen filmeztem, de hogy manapság milyen egy filmforgatásnak a hangulata. De az, hogy leköltöztünk a Balatonra,
és ott együtt voltunk végig, és abban a csodálatos közegben ott egyszer csak így megszületett ez a történet. Ottlieb Géza novellája is erről szól, hogy leköltöznek a művészek, lemenekülnek a Balatonra, ahol még egy kis béke van, egy kis nyugalom van, ugye ez az időszak, amikor soha nem lehet tudni, hogy kit mikor visznek el, mikor áll meg egy autó, ahogy a film főszereplőjénél is így volt, hogy egyszer csak jöttek és elvitték, és azóta nem tudni, hogy mi van vele, és mindenki úgy gondolja, hogy már nincs is, kivéve a feleségét, akit Tóth Augusta játszik, igen. Egy nagyon-nagyon szép, nagyon kellemes hangulatú házban volt a forgatás, ahol mindnyáján nagyon jól éreztük magunkat, és ezt azt hiszem, hogy Makkároly nagyon tudta, hogy olyan hangulatot, olyan környezetet, olyan légkört teremtsen, amiben mindenkiből a maximum jön ki, és nem is kell nagyon, csak finoman terelgetni a szereplőit és a munkatársait, és mindenki a legtöbbet nyújtja, amire képes. Van is egy olyan filmrészletünk, hogy bemutatkozás, melynek szereplői Bálint András, Tóth Augusta, Tóth Sándor és Bence Ilona, ez következik most. Majd holnap érte megy valaki biciklivel. Majd mi érte megyünk holnap? Felicia, emlékszik még rám? Hogy nem emlékeznék? Magát én úgy tartottam számon, mint a legjobb barátunkat. Az enyém is, nem csak... Ne hízelkedj, Felicia! Nem csak az Imréjé. Nyugodj már bele, hogy Imre elpatkolt. Felicia! Jön, Felicia? Gyuszikám, mutatkozzon be szépen! Kis Péter. Maguk még nem találkoztak. Az öcsém. Bot Benedek. A nővérem nagyra tartja a képeit. Az Isten szerelmére, te ne beszélj képekről. A többiek már lent várnak a parton. De ha akar, mi lemehetünk fagylaltozni. Maga mit szeretne? A dühös Bence Ilonát láttuk pár pillanat erejéig. Ugye? Ennek jellemzője volt ennek a karakternek. Igen. Ugyanis ez egy olyan furcsa helyzet, hogy az általam játszott karakter meghívja a barátait a házába, Balatonra, és lehívja Feliciát is, és az öccsét is, és ott egyszer csak ez a két fiatal egymásra talál. Soha nem fogjuk tudni, hogy milyen mélységig, de minden esetre a Felicia végig flörtöl a Gyuszival. Még akkor is, amikor már a végén megérkezik a férje. Nagyon szerette és nagyon nagyra tartotta Előd Imrét, aki egy remek festő volt. És vigyázni akart, gondolom, a feleségére, és védeni akarta. És közben ez a két fiatal itt valahogy egymásba szeret, vagy nem tudom, minden esetre együtt múlatja az időt, az biztos. És ez nekem egy nagyon kínos helyzet. De egyébként ez a film, hogyha jobban megkapargatjuk, akkor legalábbis számomra arról szól, hogy az ember hogyan találja meg, vagy hogyan tartja meg az igazi társat az életben. Vagy rosszul érzem? Nagyon sok mindenről szól. Mint ahogy a nagy film is, Makkároly szerelem című, tehát a Déri Tibor írásából készült nagy film is. Az is nagyon sok mindenről szól, azon kívül, hogy a szerelemről.
ez a film is hihetetlenül sok mindenről szól. Barátságról és korról, amiben élnek, és ki hogy viszonyul ehhez a helyzethez, ki hogy viszonyul egymáshoz, hogy mit éltek meg azok az emberek, fogalmunk sincs a Darvas Iván vagy Andorai Péter figurája, akiket elvittek, és akik megérkeznek valahonnan, semmit nem tudunk róluk, hogy hol voltak, mit csináltak, hogy éltek, megérkeznek valahonnan valahova, ami hajdan az otthonuk volt, a környezetük volt, a barátaik, a feleségük, a családjuk, és nem tudják, hogy mi várja őket. Ezt senki nem tudhatja, hogy mi várja őket. Mert lehet, hogy nem bírták tovább a feleségek, és már rég egy másik családban élnek, és egy másik kapcsolatban élnek. Vagy várnak rájuk, ahogy ez a két nő is vár, Törőcsik Mari figurája és a Tóth Augusztáé, de egészen másképp. Volt Makkárolynak valami titkos fegyvere, vagy valami akár nem titkos fegyvere, amivel ennyire tudta vezetni a színészeit, vagy ő ösztönösen érezte azt, hogy hogyan is kell jó rendezőként és tulajdonképpen jó alkotóként részt venni egy ilyen alkotási folyamatban? Mindent tudott, amit a filmgyártásról tudni lehet, mindent tudott, amit az emberről tudni lehet, a nőről, a férfiról, a barátságról, a családról. Mindent tudott. Semmi különöset nem tett, csak ezzel a hihetetlen tudásával és tehetségével és a felkészültségével jelen volt, és irányította a folyamatokat. Miután bízott a színészeiben, hiszen nem véletlenül választotta őket, őket is csak finoman terelgette, és mindenki úgy dolgozott a keze alá, ahogy egy óra szerkezete működik, olyan pontosan és olyan szépen. És miután egy hiteles ember volt, miután egy szerethető ember volt, ezért mindig olyan hangulat volt körülötte, vagy nem tudom a többi filmben, de ebben a filmben legalábbis, amiben mindenki jól érezte magát. Jól érezték magukat a színészek egy piknik közepette is, amiről szintén van egy kis filmrészletünk. Nézzük ezt most meg. Jó. Itt az ebéd. Gyerekek! Megjött az ebéd! Gyertek, gyertek! Kérek, én is. Ha van sérc. Köszönöm. Borka. Az előbb azt mondtam, hogy idilli a jelenet, valóban az, mert égen földön nincsenek strandolók, nincsenek, akik háborgatnák ezt a bensőséges baráti társaságot, de azért ne felejtsük, hogy ez 1945-ben játszódik ez a film, ugye Andorai Péter még nincs közöttük a társaságban, de ön hogy ítéli meg, hogy tudta Makkároly megfogni azt, hogy egyszerre legyen idilli is maga a jelenet, meg jó néhány jelenet egymás után a filmben, meg hogy valahogy érzékeltesse azt a feszültséget, hogy hoppá, innen még valaki hiányzik, nevezetesen a főhős, akiről mindig is szó van, óhatatlanul előjönnek róla a különböző anekdoták. Hát a történet is erről szól, és miután ő írta át a novellát, filmforgatókönyvé, ő pontosan tudta, hogy mit akar ebből megvalósítani, és merre viszi a cselekményt és a történetet. Tehát az valóban mi vagyunk csak a Balatonparton szinte, hát akkor az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet lehetett, amikor a férfiak többsége
oda is veszett, és a nem volt igazán mit enni, nekik mégis volt egy kis szalonna, egy kis hagyma, egy kis kenyér, tehát mindig volt, és ezt az én figurám biztosította a számukra. Ugye Balaton felvidéken vagyunk, bor, mindig szőlő volt, bor volt, és élet volt, és hát ez volt a legfontosabb, hogy élet van, és ott vannak, és ők még élnek, és várnak valakit, pontosabban. Ők, ez nagyon vegyes volt az érzelme a különböző szereplőknek, és a várakozása, hogy megérkezik, vagy nem érkezik. Pontosan kimondta az én figurám, hogy pihenj bele, hogy ő nincs már. De a feleség tudja, hogy meg fog érkezni. Ő hisz benne, ő bízik benne, és meg is érkezik. A cselekmény, ahogy vitte a szereplőket előre, és a személyiségük fejlődésében és a történetben, ez részben adva volt, részben hát azt hiszem, hogy a Makkárolynak a zsenialitása az, és a felkészültsége az vitathatatlan volt ebben a dologban. Ő pontosan tudta, hogy merre akarja vinni a történetet, és ő arra vitte. És a Zádori Feri pedig azt mutatta, amiben ők megállapodtak. Nem túlzás azt mondani, hogy egy ilyen típusú, ilyen kaliberű rendező, mint a Makkároly, nekem egy picit az impressionista festőkre emlékeztet, amikor az ember nem csak kap egy fantasztikus tartalmat, egy történetet, hanem egy hangulatot is egy filmmel együtt. Mind a két filmnél hangulatokat kapunk, ami szerintem teljes mértékben átüt a filmvásznon, és nagyon-nagyon lehet érezni. Hogy ez a hangulat, ez az atmoszféra meg tudott születni a forgatáson Makkárolynak a zsenialitásán túl, azért a Balaton felvidék, az együtt lakás, és én azt gondolom, hogy az, hogy volt idő mindenre, és nem sürgette a színészeket semmi, sem egy másik munka, és az az időszak még nem az az időszak volt, mint a manapság, hogy tényleg az ember már nézi az óráját, az okostelefonját, hanem ott tényleg volt idő, és meg tudták azt önök is színészként élni, hogy abban a jelenetben hogyan is kell bizonyos dolgokat megvalósítani, megcsinálni, és nem sürgette önöket semmi. Ez hozzáadott még ahhoz, hogy a film ilyen jó legyen? Feltétlenül. Másik világ volt. Hát 30 évvel ezelőtt vagyunk. 93-ban készült ez a film. Egy egészen más volt a munkafolyamat, más volt a gondolkodás, más volt minden. Mások voltunk mi magunk is. Ez egy gyönyörű feladat volt, mindenki felvállalta, hogy ott vagyunk addig, amíg el nem készül a film, és tényleg nem siettünk sehova. Tényleg. De egyébként, ha az összes filmjét, ha megnézzük Makkárolynak, olyan hangulatokat tudott teremteni mindegyik filmjében, hogy az valami csoda volt. Tehát ezt, ha egy hétig csak az ő filmjeit nézném, akkor is boldog lennék. Étlen szomjan ülök ott előtte, és nézem, és csodálom, hogy micsoda képeket és micsoda hangulatokat tudott teremteni. És itt is megteremtette természetesen. És mi jól voltunk, mi ott nagyon jól voltunk egymással, nagyon szerettük egymást, minden jó volt ahhoz, hogy ez azt szülessen, amit ő szeretett volna. Amikor néztem ezt a 32 perces filmet, akkor folyamatosan megfogalmazódott, szinte kb. 2 percenként bennem, hogy óhatatlanul Tóth Auguszta felett egyfajta morális ítéletet, ítélkezést hajtottam végre magamból, hogy hát ez a lány, ez már megint kacélkodik, hát ez a lány, ez már megint évődik, nem lesz ennek jó vége, gondoltam így magamban. Igen. De volt ennek a filmben egyfajta ilyen feszültség fenntartó szándéka is Makkároly részéről? Hát hogyne, hát erről szól a történet, tehát pont erről szól az egész novella is, és a film is erről szól, hogy ugye az sem véletlen, bocsánat, hogy így visszamutalok arra, hogy Makkároly csinál két filmet, az egyiknek az a címe, hogy Szerelem, a másiknak az a címe, hogy A szerelem.
két különböző írónak a műve, és két nagyon különböző történet. De ha még csinált volna 35 filmet, vagy 250-et, akkor is tudott volna újat mondani a szerelemről, ahogy ezt mindnyájan tudjuk, hogy a szerelemnek annyiféle arca van, és annyiféleképpen közelítjük meg, és annyiféleképpen oldjuk meg a számunkra nehéz helyzeteket. Itt most ez pont erről szól, hogy két nagyon különböző karakterű nő, két nagyon különböző karakterű férfi, akit várnak vissza, hogy képesek alkalmazkodni ehhez az egészen embert próbáló helyzethez. És az, hogy a Tóth Augusta figurája, a Felicia ilyen típusú hölgy, van ilyen. Igen, ő így oldja meg, ő így oldja a feszültséget, hogy ő neki szüksége van arra, hogy flörtöljön mindenkivel, és miközben ő pontosan érzi, hogy az ő férjének vissza kell jönni, ő erre készül, de ez csak a novella végén, és csak a film végén tudjuk meg, hogy ő úgy jött le ide a Balatonra, hogy vásárolt egy biciklit, hogy kikészítette a ruháját, hogy cigarettát készített neki, pontosan elmondta, hogy hova jöjjön, mit csináljon, mert ő várta. Csak nem tud mit, egy 20 éves lányról beszélünk. Nem tud mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy nem várta senki, ő várta, megérkezett, és ő meg közben itt belebonyolódott egy másik kapcsolatba. És nem tud, két napig nem tud mit kezdeni, a második napon tud csak. Integet a férjének, hogy szia, megjöttél, jaj, de jó, megtaláltál mindent, igen. Egyszer visz neki a filmben reggelit, és már megy is el, és ott hagyja. És megy tovább a gyuszival, és megy tovább az élete ezzel a fiatalemberrel. És egyszer csak jön egy pillanat, amikor rádöbben, hogy itt van az, akit ő várt. És kiszakad belőle a zokogás, és újra egymásra találnak. És valahol ez a film mindig ebbe az irányba mozog, nem? Tehát... ez természetes, hát a történet is ebben az irányba mozog. Tehát az gyönyörűen írta meg ezt az Ottlik Géza, ezt az egész történetet, hogy van ilyen. Hogy van ilyen, hogy az emberben olyan rettenetes a feszültség, és annyira nem tudja, hogy merre menjen ebben az embertelen helyzetben. Hogy most így hirtelen nem, most megjött, és akkor most nem tudja, hogy mi történt. Szóval ez, én nagyon-nagyon szeretem ezt az írást, ez egy olyan, és az egész filmet, mert annyira emberi, és annyira nőből van, és férfiból van, és barátságból van, és szerelemből van összegyúrva ez az egész történet. És tényleg ahányan vagyunk a világban, ahány milliárdan, annyian mind másképp viszonyulunk a szerelemhez, másképp találunk megoldásokat, másképp gondolkodunk, és van ilyen szerelem is, meg olyan szerelem is, meg amolyan is, és még hányfajta. Bence Ilonának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. Köszönjük szépen, hogy eljött. Folytatjuk a széles vásznú történelmet a szület után, akkor Lukácsi György filmkritikus lesz a vendégünk, vele beszélgetünk majd, úgyhogy tartsanak velünk. Ez itt továbbra is a széles vásznú történelem. Köszöntjük azon nézőinket, akik most kapcsolódtak be az adásba. A Makkárolynak a filmjével az 1970-ben készült Szerelemmel foglalkozunk, és az 1993-ban készült a Szerelem című filmekkel. Köszöntöm itt a stúdióban Lukácsi György filmkritikust. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy szervusz, hogy itt vagy velünk. Köszönöm én is meg. Első alkalommal, akkor még mielőtt belemelegednénk a beszélgetésbe, nézzünk meg egy olyan filmiradó részletet, amely magáról a Szerelem című filmnek a forgatásáról szól. Nemrég fejezte be Makkároly rendező és Tóth János operatőr új filmje forgatását, amely Szerelem címen Déri Tibor három novelláját ötvözi egybe.
A film főszereplői az Amerikában élő Darvas Lili, valamint Törőcsik Mari és Darvas Iván. Kezi csókolom, mama! Kezi csókolom, mama! Jó, van, ne kiabáljon. Tessék beleülni a fotelba. Tessék mondani, tavasz van? De még milyen ronda tavasz? Úgy esik meg, úgy fúj a szél. Az nem baj. A fontos az, hogy van tavasz. Akkor most sokat sétáljon. Mert rosszul néz ki. Mondja meg nekem az igazat. Mikor jön haza? Hát az utolsó levelében azt írta, hogy még 3 hónapig tart a munka. De abból már 1 hónap letelt. Ugye 1968 után vagyunk, ez az új gazdasági mechanizmus bevezetésének a korszaka. 1970-ben tulajdonképpen virágzott ez az időszak, amikor egy picit mindent jobban meg lehetett engedni. Ez igaz volt a kultúrpolitikára is, de azért kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy látod, 1964-ben miért bicsaklott meg a filmnek a felvétele, hiszen először elsőre kifutásra akkor akarták felvenni, és 1970-ben vajon tényleg volt az új gazdasági mechanizmusnak köze ahhoz, hogy leforgathatták ezt a filmet? Inkább egy kultúrpolitikai felismerésnek, egy picit cinikus volt, de elég termékeny. Ugye 1968-ban készül el Bacsó Péter tanú című filmje, és rá ugye 2 évre Huszárik Zoltán Szimbádja, illetve Makkáros szerelem című alkotása is. Ezek egy ilyen kultúrpolitikai felismerésnek köszönhető. Ugye az volt a lényege, hogy egy picit ugye Kádár János, aki ugyancsak ugye részt vett az 56-os forradalomban, illetve annak elárulásában, leverésében, ugye azt a múltbéli képet akarja felfesteni, hogy az 50-es évek az valóban rettegés volt, csengőfrásszal, fekete autóval, de ennek vége, követtünk el hibákat, elvtársak, és most már ugye elkezd virágozni a gazdaságunk, mi is egy élhetőbb Magyarországot fogunk teremteni, és ezek a filmek tulajdonképpen ezért is kaphattak engedélyt, túl azon, hogy nem tudjuk, hogy miért kaptak, hiszen például ugye a szerelem is, ugye egy nagyon gyanús konstelláció lehetett a politika számára, egy 56-os elítélt író írta, és ugye az egyik főszereplő Darvas Iván szintén az 56-os forradalomban való részvételéért ült börtönben, nagyon sok évig is tartott, ugye mire eleve forgathattak, és Makkáról ugye a visszaemlékezések szerint végig azt várt, hogy mikor állítják le. Hát nem állították le, és így nekünk lett egy filmklasszikusunk. Ha már Darvas Iván szóba jött, akkor nézzünk meg egy filmrészletet, azt a részletet, amikor Darvas Iván kijön a börtönből. Hova távozik? Nem tudom. Hogy? Nem tudja, hogy hova távozik? Nem. Nem tudom, hova visznek. Nem viszik magát sehova. Mehet haza a feleségéhez ebédelni. Éjjel már a szerszámát is használhatja. Megértette? Tehát hova távozik? Szilfa utca 17. Budapest hányadik kerület? Második. Ezt írja alá. Ezt tegye el. Ezt is írja alá. Kifejezetten te kérted ezt a filmrészletet, miért árultad nekünk? Mert egy megrendítő oka van, hogy ezt felvették. Ugye Darvas Iván valóban ült börtönben közel 2 évet, ugye az 56-os forradalomban való részvétele miatt, és ezek a képsorok, amiket láttunk, ezeket tulajdonképpen nem forgatókönyv alapján vették föl, hanem Darvas Iván személyes élményei alapján. Tehát az, hogy zajlik ez a kizsidlepelés a börtönből, ezt ő mesélte el Makkárolynak, és hát még valami, hogy amikor terepszemlén voltak hárman, ugye Tóth János operatőr, Makkároly rendezés, Darvas Iván, ugye a börtönben, akkor konkrétan Darvas Iván találkozott az egykori fogvatartójával, mármint egy foglárral vagy smasszerrel,
És akkor volt is egy pici ilyen anekdóta, hogy ugye ez egy iszony zavaros helyzet, akkor ő már egy nagy színész, eleve nagy színészként ment börtönbe, és akkor ott van az az ember, aki nyilván hát szekírozta őt azok alatt, a hosszú hónapok alatt, amíg ő ott bent ült politikai elítéltként, és akkor a darvas egy ilyen frivol mozdulata kért tőle egy csomag cigit. És annyira zavarba jött a börtönőr, hogy most hogy kell viselkedni ebben a helyzetben, akkor végül is nem lett cigaretta, ugye ez volt a parancs, de Darvas Ivánnak a személyes élményei, ezek a képek, amiket látunk, ez nagyon különlegessé teszi ezt a filmet, hogy nem egyszerűen egy fikcióról van szó, hanem valóban itt kéz a kézben jár a valóság és a játék, vagy a fikció, a kitaláció. És hogy mennyire kéz a kézben jár, ugye még sorolhatnánk itt a szereposztásból, hogy kik voltak még 56-os érintettek. Ugye ott a Mensáros László, aki az orvost játsza, őt is bekurcolták, ő akkor Debrecenben volt színész, és pincérkedésre kellett, hogy adja a fejét, miközben egyébként az 56-os megtorlások zajlottak. És még egy nagyon apró kis momentumra hívjam fel a figyelmet, ott van Halda Aliz, aki ugye a Nagy Imre per harmadrendű vádlottjának az özvegye. És volt egy félmondatos kis, mondjuk így, jelenése tanárnőként. Tegnap délelőtt törték rájuk az ajtót. A villanyszámlás érezte meg a gázszagot. Mind a négyen meghaltak? Mind a négyen. Összerúgta a port az igazgatójával. És az egyik nővérét is kitelepítették. Az is tanár volt, fizika, kémia. Fáradjon be, elvtársnő. Szóval tényleg észveszejtő és átbozongató. De amit ebből szeretnék viszont megkérdezni tőled, az az, hogy azért 1970-ben Makkerő nem lehetett annyira bátor, hogy azt mondja, hogy én most csinálok nektek egy 56-os filmet. Ilyen nincs. Tehát akkor ő is megy a dutyiba. És ha jól érzem, nyilván 50 év távlatából mondhatjuk azt, hogy ez egy 56-os film. De azért, hogyha ezt jól érzem, akkor 1970-ben ez azért nem volt teljesen egyértelmű, hogy ez egy 56-os menekültnek a kiszabadulása, hanem ez játszódhatott akár a Rákosi korszakban, és akkor nem menjünk még távolabb a történelembe. Van benne stikli, ami kifejezetten erre utal. Ugye a Makkárai, amikor a Bacsó Péter, aki dramaturg volt, és nagy olyan évtizedes alkotótárs, jött a hírre, hogy hát meg lehet csinálni a Szerelem című filmet évek várakozása után, és ugye Makk is így vakarta a fejét, hogy akkor most tényleg bele lehet vágni, bele lehetett, de a forgatásot letelefonáltak, hogy de ez nem játszódhat ma. Vagyis nyilván a 50-es évek, tehát a Sztálin halála előtti időkre, tehát a Rákosi korszakra kellett, és ezért a végén szerényen ki van írva, hogy 1953. De van benne egy stikli elrejtve, egy anakronizmus, ugye látunk egy jelentet egy paddal, és ott van kidobva egy újság, és nagyon tisztán el lehet olvasni, hogy az Esti Hírlap van a címlapon, az 56-ban jött létre, vagy akkor indították el az Esti Hírlapot. Tehát a nézőknek leadta a jelet, hogy igen, jól értitek, itt végül is tényleg egy 56-os elítéltről van szó, nem 53-ról, ahogy ez ki van írva egyébként a film elején. Van még egy olyan filmrészletünk, amit kifejezetten te kértél, ez pedig a beszélgetés Darvas Lili és Törőcsik Mari. Ez következik most. Mama, mesélje csak el, hogy is volt az, amikor egyszer Savanyuk úton járta? Savanyuk utol? Amikor egy éjszaka az egész család egy szobában aludt. És? Tetszik emlékezni. Valamennyien egy szobában aludtak, és a másik fia leselkedett. A szegény Gyuri? Azt maga már nem ismerte? Amikor a mama le akart vetközni, és azt mondta a gyerekeknek, hogy forduljanak a falnak. Mikor is volt az? Nagyon régen. Talán 40 éve megvan. Akkor még egész fiatal asszony lehetett a mama, amikor Savanyuk úton jártak. Akkor én voltam 36? Olyasféle. Na, hogy is volt azzal a leselkedése? Az úgy volt, de azt én magának már elmeséltem. De ha egyszer nem emlékszem jól, csak arra emlékszem, hogy este volt, a gyerekek már ágyban feküdtek, és a mama le akart vetközni.
azért itt van egy kis villongás a menny és az anyós között, de is úgy érzékelt, hogy azért itt meg volt csinálva egyfajta feszültség a két női főszereplő között? Mint hogyha az egész film, csebben a tenger ez a jelenet is, az egész film ugye úgy szerelmes film, hogy ugye nem látunk benne olyan dolgokat, mint a hollywoodi filmekben, naplementést, pezsgős porrakat, ilyen habos-babos körülményeket, és mégis felragyog a szerelem. És itt is meg, és van egy másik szál a történetben, ez a, ugye a Törőcsik Mar és a Darvas Lili, ugye Molnár Ferencnek az özvegye, aki egyébként itt már mímeli, ő ugye Berlinben élt, de itt már mímeli az akcentus, már rég jól beszélt magyarul, visszaszokott a magyarra, csak kérték, hogy Makkároly kérte őt, hogy vegye elő ezt a különleges akcentust, hogy ez az idegensége, aki távozik a világból, ez jobban kiderüljön így a párbeszédek során. Mert ez egy hospice film is. Tehát ugye az anyós és a menny, ahogy beszélgetnek ebben a nagyon fura, cinikus, prőd stílusban, ahogy ilyen kekec módon a Törőcsik Mari pattogtatja az öregasszonyt, ez megint az, hogy a felszínen mindent látunk, csak minthogyha nem is gondoskodna róla, mintha nem is szeretné, hanem én undok. Ugyanakkor mit csinál valójában? Minden nap látogatja, virágot visz neki, ételről gondoskodik, a bejárónővel, az orvossal tartja a kapcsolatot, tehát tulajdonképpen a méltó halálba kíséri a saját anyósát. Tehát ez a legszebb hospice történet, így nem is tudom, hogy van-e ilyen szép így a filmtörténetben, úgyhogy a felszínen tehát minden undok, szürke, homályos, de a mélyben meg ott vannak ezek a gyönyörű, valóban méltóságteljes érzések. Makkárolynak az egy ilyen egyedi filmes trükkje, vagy kérése, vagy technikája volt, hogy például úgy érzékeltesse azt, aki valaki mondjuk eltávozik a földi világból, és hogy egyre távolabb kerül a földi világtól, hogy mondjuk törve beszélje a magyart? Mások is szoktak arra törekedni, például amikor a külföldi színész játszik egy magyar filmben, ugye Jancsó Miklósnál például egy-egy lengyel színészben, hogy valami idegenséget érezzünk rajta, hogy valahogy máshogy, ugye máshogy is végszavazik egy színész, hogyha nem érti a párbeszédben, hogy mit mond a hozzá képest idegen nyelvű kollega. Tehát ez szokott lenni egy eszköz, itt egy picit ez így még jobban akart, és valami még van, hát ugye Molnár Ferenc özvegyéről van szó, hogy Darvasi Lili személye, hogy valami ebből a polgári Magyarországból. Ugye ezek a bevágások, most éppen ilyen háborús képeket láttunk, de általában ez a régi Magyarország, ez a Krúdy Gyula féle Magyarország, ez a századforduló, aminek stílusa van, aminek ízlése van, ahol az embereknek ugye méltóságuk van, hogy megszólalnak, amilyen öltözetet viselnek. Hát ez egy olyan Magyarországhoz képest, ahol látjuk, amikor Darvasi válja, minden füst, minden ki van öntve betonból, tehát egész egyszerűen Darvas Lili ezzel az akcentussal, vagy ezzel a fura beszédével egy teljesen más világot hoz be nekünk. Megint csak a felszín alatt ott van egy szép Magyarország, amit hiányunk és vissza akarunk kapni. Jön egy újabb filmrészlet, aminek az a címe, hogy Hazatérés. Nézzük meg ezt most. Tessék. Köszönöm. Tessék csak. Köszönöm szépen. Megint a Csepp a tengerben esette, ugye a Makkároly filmnek szerintem egy ilyen nagyon tipikus jellemzője az, hogy egy-egy jelenetben rengeteg minden van, szóval nem csak a jelenet maga, hanem annál sokkal mélyebb. Szerinted mi van ennek a jelenetnek a felszíne alatt? Megint csak, hogy
azt a példát tudom hozni, hogy hogy ábrázolná ezt a hazatérést? Évekig vagyok a börtönben, hazamegyek, ahol vár a feleségem. Hogy ábrázolná ezt a hollywoodi film, vagy úgy általában a filmesek 80%-a, nagy vonósok, benyitok az ajtón, a függöny egy picit meglendül, beindul ez a gyönyörű nagy vonós zene, az egész zenekar, és akkor a lelkem kitárul, derül ki az arcomra. Ezzel szemben itt van ez a nagyon szemérmes változat. Tehát színészileg annál nem tud szemérmesebb lenni egy alakítás, mint amikor eltakarja az arcát egy színész, ugye szó szerint nem látjuk, hogy mit gondol, mit érez. Tehát ez a szemérmesség alatt ott vannak ezek a nagy érzések, és elég egy pici gesztus, egy beleszagul ugye a feleségének az ingébe, és gyakorlatilag így bennünk is, a nézőben alakul ki ez az öröm, nem pedig a filmes hatásmechanizmusok miatt, hogy a fellebbenő függöny, vagy a szimfonikus zenekar miatt, hanem egész egyszerűen mindannyian tudjuk, hogy milyen ez beleszagolni egy szeretünknek az ingébe, és abban a pillanatban a néző a saját képzeletében éli át ezt, nem így bele van rágva a szánkba, mondjuk képileg. Nem lehetséges egyébként, hogy ez a fajta ábrázolása egy-egy ilyen jelenetnek, ez sokkal közelebb van mondjuk a racionalitáshoz, sokkal közelebb van a való élethez, és nem lehet, hogy Makkároly azért választotta ezt a fajta képi ábrázolást, mert ő nem akart elrugaszkodni egy flitteres, csillámporos világba? De abszolút, tehát a nagyon szinte dokumentarista képeket is látunk benne, éppen az a varázsa, hogy miközben azt gondoljuk, hogy itt a valósággal szembesít bennünket, hogy ízig-vérig fikcióról van szó, tehát fővilágosítók, világosítók, mindenki ott van, aki egy forgatáson, de szánt szándéka minél közelebb akarja hozni a valósághoz, a valóság érzékelésünkhöz, éppen ebben van az ereje, hogy nem tagadja el. Valójában az az igazság, hogy egyikünk sem tengerparton és naplementében kéri meg a jövendőbelie kezét, általában nem szokott vonós szólni a háttérben, szóval mi is ilyen valós szituációkat élünk meg, amikor életünk nagy pillanatairól van szó. Tehát felismerjük azt, amikor úgy megvezetnek minket, olyan érzelmeskedni akar valaki velünk, vagy pedig úgy komolyan gondolja, és tényleg azt mondja, hogy hát ilyen az élet. És valóban ilyen az élet, hogy általában nem szól a szimfonikus zenekar, mikor hazatérünk. Lukács Györgynek köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és köszönjük, hogy elmondtad ezeket nekünk. Köszönjük, hogy eljöttél. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Most következzék Mak Károly Szerelem című filmje 1970-ből. Tartsanak velünk a jövő héten is, akkor is lesz szélesvásznú történelem. Köszönjük szépen, hogy minket néztek. Viszontlátásra. Viszontlátásra.